Kikértétek sorozatunkban jöjjön újra egy Ilona, a Druszám, akinél nem tudjuk az órát, de nézzük meg a képletét. Ilona Yinfém disznó évben, Yinvíz kígyó hónapban és Yinfém kakas napon született. Nagyon érdekes Ilona képlete, mert hogy ugye csupa Yin, és ráadásul abból is a Yinfém és a Yinvíz keveredik benne, nem csak úgy, hogy fönt ugye kettő Yinfém van, meg egy Yinvíz, hanem lent az állatjegyek közül is a kakasnak Yinfém, a töltete a disznónak pedig Yinvíz. És akkor mindez még kiegészül egy kis Yin tűzzel. Az egész képletben egyébként a fémelem dominál, ami azt mutatja, hogy egy nagyon vezető típusú, nagyon határozott, nagyon maximalista ember lehet Ilona, de emellett, mivel hogy ott vannak benne, tehát az állatjegyek, akik benne vannak, például a kígyó, az nem biztos, hogy annyira határozott vezető, nagyon jól tud vezetni, de nem a határozott vezetők közé tartozik. Tehát lehet, hogy ez a hogy is mondjam, ez a határozottság, ez nem biztos, hogy mindig kijön belőle. Van benne egy finomság, van benne egy óvatosság, van benne egy nem egy kis maximalizmus, hanem rengeteg maximalizmus. Valószínűleg nagyon sokat tanult életében, és még nagyon sokat is fog tanulni életében. Tehát akinek egy ilyen fém van a képletében, az biztos, hogy nagyon szeret tanulni, és akár még nyugdíjas korába is beiratkozik valami iskolába. Nagyon szereti azért a szabályokat, tehát szereti tudni, hogy mi mettől meddig tart, és szereti is betartani őket, szereti azt, hogy ha a hagyományos életvitel szerint él, szereti a hagyományos értékeket, a szabályokat, a hierarchiát, és emellett viszont rettentően szórakoztató. Valószínűleg ő is, el tudom képzelni, hogy egy nagyon csinos emberről beszélünk, tehát hogy biztos, hogy nagyon ad a külsejére, nem csak a külsejére, a belsejére is, tehát arra is ad, hogy művelt legyen és tájékozott legyen, és emellett valószínűleg nagyon finoman főz. Tehát biztos vagyok benne, hogy odafigyel az alakjára, és közben pedig rettentő finom kajákat főz, de minden kaját úgy, hogy mit tudom, hogy minimális zsírmennyiség legyen benne, és egészséges dolgok legyenek benne. Van benne ez a nagyfokú óvatosság, emiatt nem biztos, hogy mindig elmondja azt, amit gondol, lehet, hogy hajlamos arra, hogy egy kicsit ezeket így eltakarvassa, de ettől függetlenül még mindig azt mondom, hogy a sok fény miatt ez egy vezetői képlet. Nem tudom, hogy mivel foglalkozik Ilona, de hogy szinte vezetésre termet. Bár biztos vagyok benne, hogy a vezetés is egy kicsit néha teher lehet számára, mert hogy szeretné, hogyha elfogadnák őt, szeretné, hogyha mindenki elfogadná őt, és ugye, hogyha bárki, hogyha vezető pozícióba kerül, akkor biztos, hogy lesznek olyanok, akiknek ez nem tetszik, és ezt ő elég nehezen tudja feldolgozni. Pedig nagyon érdekes gondolkodása van, egyébként ez is inkább egy művészi képlet, annak ellenére, hogy rengeteg benne a fém, mert hogy a disznó is, a kígyó is, és a kakas is nagyon-nagyon kreatívan tud gondolkozni.